reggeli rántottás, kiflikarika, kettő tejecske, és ilyen szívószálat kapnak bele, ízesített kekszízű szívószálat. Ez tojszál. Szívószál. Na, egyétek gyorsan a katonákat. Ó, nézett. Semmi baj. Alexis mindjárt kap, csak ő kicsi speciálisabb eset, de ő is szokott reggelizni, igaz, te is kapsz mindjárt reggelit. Kiflikarikákat még kitalálom, hogy mit kenek rá. Igen, csinálom. Neked is. Ez a tojás. Hát, fogjad rendesen meg. Ügyesen. Ügyesen kap be, jó? Ó, de ügyes voltál. Ügyes. Te is, de ügyes vagy. Nagyon ügyesek vagytok. Na, Alexnek kiflikarika, sajtocska, egy kis sonkával. Ők is szórják le a tojásokat a földre. De azért ügyesen esznek. És megyünk, mi is eszünk. Fiatal úr kért még egy kis tejecskét, mert megitta. De hajolj fölé, babám, hajolj fölé, jó? Bejebb, és akkor fölé. Jó? Na, jó étvágyat, tegyünk mi is enni. És hova megyünk ma? Repülőhöz. Repülőhöz? Megnézzük a repülőket? Igen. Pilóta bácsik is lesznek? És képzeld el, lesz olyan program, hogy egy repülőből dobnak ki csomó cukorkát. Cukorka eső lesz egy repülőből, képzeld el. Kapjuk. Elkapjuk. Cukorkát elkapjuk. Jó? Ja? Elkapom. Elkapod? Na megnézzük, az 12:30-kor lesz, babákok. Jó? Addig játszotok egy kicsit még? Na itt mi történik? Diós kenyérke, vagy diós kifli evészet, mert megette Alex külön a sonkát, meg a sajtot, igaz. Diós kenyérke evészet van? Jó van. És utána megyünk, megnézzük a repülőket, meg a... Lesznek tankok, katonai járművek. Elkapott és a cukorkát? Jó, vigyünk nagy zsákot? Oké, keresünk nagy zsákot, hogy el tudjátok kapni a cukorkákat. Neked a Alex a bungee jumping tetszene, azt szerintem most már megy. Ő nagyon szereti, hogyha valaki valahonnan leesik, lezuhan, legurul. A tévében is imádja, és nagyokat Alex hautázik rajta. És szerintem neki tetszene, hogy csak kiugranak a repülőből, de hát azt már szerintem nem kapjuk most el. De kapod a bácsit, pilóta bácsit, és milyen volt aludni az ágyikóban? Jó volt. Hát nagyon szépen beágyasztatok, látom. Ott bent van. Ja, benn van, persze, betoltuk a vendégágyba, aludtál te, ugye? Kényelmes volt? Igen. Jaj, de jó. Akkor jót aludtál, igaz? Megvédtem most. És akkor itt van egészségedre. Díszítést is kaptak, csak... Csak majd meg kell csinálni konnektorossal, mert a tölthető elemmel ez nem. Nem egészen. Mondjuk most is be van kapcsolva, nem? Már nincs, akkor csak így fénylik? Ugye ennyi volt este is, szerintem. Fénylik? Hát, na, hogy így rácsillan a beszűrődő fény a napocska, úgy fénylik. Na, úgyhogy akkor mi egy kicsit itt el vagyunk, játszotok, aztán majd megyünk. Megyünk a repülőgépekhez, jó? És elvegyünk. És tudjátok autót a parkolónál? Igen, ott adjuk az autót a parkolónál. Nagyon ügyesen mondod. És elkapjuk a cukorkákat. Elkapjuk a cukorkákat, igen. Na, sziasztok, ismét úton a kis család. Egészség, fél óra múlva nagyjából odaérünk Budaörsre a repülőnapra. Igazából 12:30-ra készültünk, és 11:45 van. Akkor fognak. Egészségedre, Alex! A
akkor fognak elvileg repülőből cukorkát szórni. Úgyhogy arra mindenképpen szeretünk volna kinézni, és akkor lehet majd tankokat, meg repülőket, meg ilyesmiket elvileg nézni gyerekeknek is, úgyhogy Lója nagyon várja. Ugye? Te nagyon várod. És közben még egy programot megláttam. Tök jó, hogy a Facebookot elkezdtem egy kicsit pörgetni így reggeli után, és Zsámbékon írták, Zsámbéki csoportban, hogy mi ez a nagy szirénázás, hogy mi gyulladt ki, vagy mi történt, és írták, hogy hát tűzoltó nap van, és tűzoltó felvonulás volt, képzeljétek el, és 4 órakor lesz tűzoltó bemutató, úgyhogy arra megpróbálunk elmenni, és elcsábítani a mamáikat is. Úgyhogy igen. Nagyjából ez a mai program, hogy repülőnap, és utána tűzoltónap, és akkor visszajövünk majd a repülőnapra, terveim szerint, mert egy nagy utasszállítógép is el fog itt repülni a nagymező fölött, úgyhogy ezt szerintem a gyerekek nagyon élveznék. Hát Alex sajnos lemaradt a repülőgépből, vagy helikopterből ugráló bungee jumpingosokról, azt biztos, hogy nagyon élvezte volna, mert imádja a tévében is, hogyha valami kizuhan, leesik, vagy valaki elesik, ezeken ő nagyon-nagyon szeret hautázni, úgyhogy erősen most lemaradtunk már, de hát egész napot nem tudunk velük kint tölteni, szóval belőttük ezt a délutáni időszakot, és akkor jövünk Budaörsre, átmegyünk a tűzoltó napra, és is szévünk Budaörsre, úgyhogy valahol majd útközben. Igen, valahol útközben Budaörs és Zsámbék között valami élelmet szerzünk, hát ők, amit imednek, az a sült krumpli, úgyhogy nehéz dolgunk nincsen. Mondjuk bereggeliztünk, ők még ettek először ugye katonákat rántottával, Alex meg sajttal sonkával katonákat, utána pedig, ami megmaradt, kenyérke meg kifli, azt Laci adott nekik diókrémes kenyérkét, kiflit, úgyhogy ők jól vannak lakva, mindenki. Úgyhogy teli gyomorra megyünk. Úgyhogy ez a mai program. Úgyhogy visszünk titeket is magunkkal. Szemben itt vannak az M5-esen a Balatonra haladók. Most éppen itt már haladnak, de már a Értől itt át is van. És megy szépen mennek csak. Tudom, hogy 29 fok, még mindig jobbos az autó, igen. És a délkörül szokott egyébként a legnagyobb tömeg itt lenni, mikor jó idő van és mennek Balatonra, szóval ilyenkor itt mi ellehetetlenülünk hazafelé. Aztán meg vasárnap délután megjönnek. Még 16 perc, de 9 kilométer, szóval ott már dugó lesz. Valami már zuhan lefele az égen. Laci szúrta ki. Ez már a bemutató. Jaj, nem kapcsoltam időben be a kamerát, de megint ott zuhan, meg föl, le. Most már jött föl, Alex is kiszúrta, szerintem annak örül. Jaj, hát ő ezeket imádja, tehát zuhan le egy repülő, szerintem az neki óriási boldogság. Ezt tegnap reggel óta, olyan, nem is tudom, 8:30 óta hallgatjuk, hogy ott megyünk meg föl, csak most itt van. Hallgatjuk ezeket a repülőket reggel óta, most ott megy fölfelé éppen. Na, ez akkor most itt kész, elkészült. Megy egy helikopter. Helikopter bizony. Megyünk, megnézzük őket, jó babák? Ott megy a repülő, igen. Ott, és csak most fog felszállni. Jónak kerülhet, körülbelül egy 45 percig állt a sorban. Most van le! Uh-huh.
fejünk fölött átmentek. Vagy 20 ilyen repülő, tök közel. De Noé már kicsit nyűgös volt, mert 10 a nap, és nagyon sokat kellett csodálni, hogy most megyünk vele. Köszönöm, mi történt? Tudom, hogy rendezni arra. Csak a parkoló arra. Na, megyünk még tovább, jó? Csak megnéztük, hogy ez hogy száll le. Jó, menjünk a 10. Keressünk, és csak ott van helikopter, ott messze. Sétáljunk arra, jó? Megnézzük, hogy arra mi van. Igen, megnézzük ezt a repülőt itt. Itt a csapat. Megyünk be repülőbe már is. Apa! Megnézzük már is. Én most fog felszállni. Alex? Felszállt. Na nézzük az évszámokat. 1982-ben kezdett repülő pályafutását. Bácsi, beszél mikrofonba. Szerzett repülő mérnöki diplomát a Nyíregyházai Főiskolán 5. is tanított. Repülős szervező, sejtem, mióta igazságügyi szakértő. Annyi mindent el lehetne mondani a bőség zavarában, nem is tudom. Hopp, Sapi mindig leesik a lizának. Nincs benne bácsi. Nincs benne bácsi, ezt csak így meg lehet nézni kívülről. De én láttam ott olyat, ahol be lehet ülni helikopterbe, ott, abban a sárgában, megnézzük? Abba a sárgában be tudunk és a sorba kell állni, ott a sor vége. Jó? Azt szeretnéd, ugye, beülni? Köszi. Gyere, baba, azt megnézed? Ide, abba be lehet ülni, abba a helikopterbe képzeld. Csak ott a sor vége. Ott megnézik, hogy vagy ülnek be az embert. Én nem biztos, hogy kiválják itt az a sort. Örökül a Európa bajnok címét viseli. Egyébként ez mellett folyik. 737-es pilóta oktató kapitány. Érdekes, hogy lesz meg. 58 éves, azt így el kell mondani. A Nyíregyházi Főiskolán kezdte meg 5 évig ott is tanított. A repülőpilóta szakértő több mint 120 féle repülőgépet vezetett. Jöttök egy Airbus 320-as, ez egy utasszállító, csak megnézett. Oktató és berepülőpilóta 1988-től. Bőrepülőpilóta támogatott tagja is. Nem tudom róla elmondani, mi nem sem. De ez jó, tehát
Úgy értettem, hogy ide letelepszünk. Szegény Laci meg ott áll a sorban. De már nem sokan vannak. 1, 2, 3, 4, 5, még 6 család van előttünk. Úgyhogy ja. És még elvileg van tűzoltó is. Helikopterrel, a vezető szemüvegemet fölvettem. Jó, 35-40 percet álltunk sorban a 10 napon. Nem tudom, hogy egyébként őszintén megérte ide eljönnünk. Elég nyűgösen olyan, aki miatt végül is jöttünk, van egy szerint szeretne hinni. Úgyhogy megtetjük a tűzoltó autót, meg fogunk látni Sámbékon, ha megyünk. Úgyhogy ha beülnek ide a helikopterbe, már az egy élmény, gondolom. Na, egy jó 40 perc után ott állnak. Már elég közel a helikopterhez, a repülőhöz. Alex meg viszik. Már ott ülnek. Talán már lassan oda jutunk. Liza, kukucs! Liza! Ja, nyomkodtok? Helye? Oda nem bújja lát te be. Úgy. Nézd meg, mit, mennyi gomb van ott, nézd oda! Segíts neki kijönni. Maradsz még odik, vagy kijössz? Akkor a Liza helyére menjen be a pipi. Szerintem. Gyere, Liza! Alex is beült apával. Háttérban nőjét halljátok, hogy nem akar kiszállni a helikopterből. Hát ez sajnos ilyen. Ott a sor, úgyhogy mondtam neki, hogy más is azért állt sorba. Közben van itt egy ilyen helikopter bemutató, Alex-el állunk sorban a repülőhöz. Ott mérgelődik a kis Liza, meg ott nem tudsz. Na, úgyhogy most hajátok ötisztítni. Tényleg volt egy játék ebben a helikopterben, hát meg is lesz. Még egyszer elmagadom egyébként a hajtónunk két darab P2L GTD 350-es gázturbinás sebessége 220 km óra. Alex is beült, csak Alex-et hozni kell. Köszönöm, hogy megtaláltad.
forduljon előre egy kicsit oda a kormányhoz. Meg szeretném is fogni a kormányt. Azaz! Jaj, te gyes, aki vezeti! Következő sor, ahova beállunk a mentőhelikopter. Lehet repülni. Megkeressük a sort. Ú, te szenték. Gyere oda, tesóthoz, oda jöhet. Öleg, menj oda. Nézd meg, a bácsi megcsinálja, mentős bácsi neki.
Ez a hamarosan azért egy kis idő, hogy lejöttünk. Jaj, mekkora csomagunk, nem tűntél majd. Látod, már nem is. Jó. Rakunk már így egy pici ragasztó. Oda mi szóltál? Mert oda mehetsz a bácsikhoz. Na, mi történt? Mondd el pontosan. Elestél és bekötötte a bácsi. Bekötötte. És már nem is sírtál, ugye? Na, mehetünk tovább? Tehát a másikat most ne hozzod le, jó?